Egy varázskörrel kezdek. És készítsünk a körbe 21 darab rövid pálcát, mégpedig úgy, hogy egy láncszem emelést készítünk, és jöhet a 21 darab rövid pálca. A 21. után az első rövid pálca tetejébe beöltve zárjuk a kört. Egy kicsit meg is húzom, de olyan nagyon nem kell, mert ugye az a cél, hogy a közepe az ilyen ovális legyen majd, de elvileg ezt a szálat már le is vághatjuk. Most készítsünk 4 láncszemet. És most 5 darab egyráhajtásos pálcát fogunk horgolni, mégpedig úgy, hogy leszámoljuk innen 1, 2, 3, és a negyedikbe, a negyedik rövid pálca tetejébe készítjük el az első egyráhajtásost, és azt követően pedig minden rövid pálca tetejébe egyet-egyet. Kettő láncszem. Itt átugrunk 2 láncszemet, és az azt követőbe elkészítünk 1, 2, 3 egyráhajtásos pálcát. Itt pedig egy pikót fogunk készíteni 3 láncszemből, tehát 3 láncszem, és ide öltünk vissza, áthúzzuk a fonalat, és egy kúszószemmel áthúzzuk ezen a láncszemen is, és el is készült a pikónk, majd még ugyanide horgolunk 2 egyráhajtásos pálcát. Ezt nem mondtam az elején, de én most ugyanúgy hímzőfonallal dolgozom, mint az ezelőtti videókban, és 2,5-es tűvel horgolok. És akkor most megyünk tovább a másik oldalon, 2 láncszem. Itt kihagyunk 2 láncszemet alul, és a harmadikba lehorgoljuk. Illetve a harmadiktól kezdődően lehorgoljuk az 5 darab egyráhajtásos pálcánkat. Ez volt a negyedik, itt az ötödik, 4 láncszem, és egy kúszószemmel ide rögzítjük a végét, ahol kezdtük a körünket. És így el is készült ez a sor, és elkészült az alapunk is. 6 darab rövid pálcát készítünk ide az ívbe. 1 láncszem emelés, és 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Most egyráhajtásos pálcákat fogunk horgolni, mégpedig itt a középső pálca tetejébe 5-5. Az ötödik elkészülte után pedig ezt leöltjük ide a legszélső pálca tetejébe egy kúszószemmel. Ebbe az ívbe 3 rövid pálca kerül.
Pikóba először horgolunk 3 egyráhajtásos percet. Majd jön 3 láncszem, és ide leöltve készítünk egy ugyanolyan pikót, mint amiben most horgolunk. Rögzítjük egy húzószemmel, és még mindig a pikóba horgolva jön 3 egyráhajtásos pálca itt a másik oldalon is. A következő ívbe 3 rövid pálca, és az itt középső helyen lévő pálca tetejébe jön az 5 egyráhajtásos pálcánk. Egy húzószemmel lerögzítjük az 5. pálca tetejébe. 6 darab rövid pálca ebbe az ívbe is, ugye ugyanúgy, mint ahogy kezdtük. És a végén egy kúszószemmel a láncszem magasításunkba öltjük. Itt készítsünk 5 darab láncszemet, és öltsük vissza ide a kiinduló pontunkhoz. Majd el is vághatjuk a fonalat. Nekem egy teljes hímző fonalból ennyi maradt, illetve kétszer ennyi. Tehát egy teljes hímző fonal elég 2 fülbevaló, illetve egy pár fülbevaló elkészültéhez. Természetesen ez még ki lesz keményítve, úgyhogy megkapja végleges formáját. Próbáljátok ki!